touch this. I can't touch this. Itt vagyunk a Pécsi Play-en, és megállítottuk egy kicsikét Radics Petit néhány kérdés erejéig. Peti, nem szeretnék az Ercsi Pet kérdésekkel kezdeni, hogy miért kezdtél YouTube-ozni, inkább olyat kérdeznék, hogy ha megszűnne a YouTube-ozás, mondjuk egy 10 éven belül, a gyermekeidnek, unokáidnak mit mesélni, hogy mit is csináltál te ebben a korban? Nyilván azt, amit csináltam, parodizáltam, és idiótákat kerestem a neten, non-stop. Ennyi. És így, hogy írnád nekik körül, hogy miből is állt ez a YouTube-ozás? Nem ez a keresés, hanem hogy kellett ezt kezelni és csinálni. Várni kell mindenképpen a negatív hozzászólókat, kivéve azokat, akik építő jellegűen, tehát nem jellegű komment. Ezeket mindenképpen ignorálni kell is. Adni a építő jellegű kritikára, akár pozitív, akár negatív. Ha most lehetőséged lenne minden további nélkül, tehát értsd ezt like, követővesztés nélkül valamit visszamenőleg megváltoztatni a csatornádon, lenne olyas valami? Vagy témában, hangulatában, stílusában esetleg? Ja, nem kezdem el a Facebook idiótákhoz. Mert az annyira úgy érzed, hogy rossz irány lett? Nem ezt érzem, hanem hogy ez egy sokkal nagyobb közönségnek szól ez a Facebook idióták, egy sokkal egyszerűbb közönségnek. Úgy érzed, hogy hatásra vagy a közösségre, erre a fiatal generációra? Az a helyzet, hogy ezt a részét pont amit csak csinálom, amit élvezek. Uh-huh. Családod hogy viszonyul ehhez a YouTube-ozáshoz? Nekik mi a véleményük ugye erről? Őszintén szóval semmi. Régen emlékszem, még suliba jártam, és akkor kiraktam az első paródiámat. Faternek az első hozzászólása az volt, inkább tanulják. Ismerős a dolog. Viszont elfogadták, hogy ez az én hobbim, pláne, hogy ebben most már azért úgy meg is lehet élni Magyarországon. Ahogy gondolom, a zenei ízlésedet is elfogadták egy idő után. A rockzene az mindig is ilyen lázadó szinten volt zeneileg, és emiatt félnek tőle az emberek. De szerintem ez egy... Csak egyszerűen a rockzenébe kimerik mondani azt, amit máshol nem. Van esetleg olyan ember ebbe a YouTube közösségbe, akár magyar, akár külföldi, akit a példaképednek tartasz, vagy valamilyen szinten felnézel rá? Hát így YouTube közösségben úgy igazság szerint. Vannak olyan videósok, akiket elismerek, hogy igen, nagyon frankok. Viszont úgy, hogy én példaképként tekintsek el, nem. Inkább zenei téren. Jó. Köszönjük szépen, Péter. Ugyanis.